baromi jó idő van. Imádom az ilyen napsütéses, szélcsendes időket. És hát ugye ki is használom, amíg itthon vagyok. Az előbb, hát igen, azért csak van Romhánynak is szépsége. Ez romhányi domboldal, de nem ott vagyok, ahol a sok száz éves fa van, vagy rófa, azt hiszem. Szóval innen nézve a templom, de egyébként a templom oldalából nézve is úgy maga, hogyha romhány, a csempegyárat, hogyha kihagyjuk, ránézünk, akkor egész kellemes kis hely. Meg úgy az egész környék. De most felsétáltam ide, emiatt. Én az ilyen helyeket is nagyon-nagyon... Opp, ott az őzike, ott megy, fölzavartam szegénykét. Szóval én nagyon kedvelem az ilyen helyeket is, mert számomra ezeknek is van története. És lehet, hogy meg fogok lepődni, mert mondjuk nem elhagyatott teljes mértékben, mert mondjuk gondozzák, de kizártnak tartom. Megláttam lentről az útról, és gondoltam, följövök, mert ezt valaki valamikor használhatta. Mert a tető az már beomlott, de nyilván valaki meg akarta akadályozni, hogy be is ázzon, de az idő már azt is megette. Illetve ez meg gyönyörű kis cseresznyefa épp elvirágzott. Itt, hát a május végi cseresznye az már ontani fogja a gyümölcsöt. Ez meg finom kis megyfa. Szóval ez valaki itt gondozta, ott lent van egy nagy diófa is, meg ott valami fászín, vagy valami hasonló, oda gyűjthetett be dolgokat, de mindjárt megnézzük, hogy egyáltalán milyen állapotban. Szeretem az ilyen kis épületeket is, mondom, ezeknek is története van. Róka. Illetve... Ó, bassza meg. Ide valaki igencsak beköltözött. Csak nem most. Rókaszag van. És még az a szerencsé, hogy nem hullaszag. De... Azt nézem, hogy mászkálta itt vala mostanában valaki. Nem mászkált senki. Viszont jól láthatóan itt lakott, élt. Hát be nem akarok menni, mert ott van egy ágy. Itt valaki lakott, egyértelműen. Elhanyagolt ruházat, és mondom, ott van egy ágy is. Bent ott a fólia mögött. Ott van a párna. Nem akarok bemenni, mert bebújhatnék, vagy kinyithatnám az ajtót, mert látható, hogy nyitva van. Ott van, csak egy drót van kívülről rátekerve. De ez nem az a hely, amit én most itt belülről meg akarok zavarni. Kívülről viszont kemény rókaszag van. Valahol itt a környéken róka tanyázik. Hát azt el tudom képzelni, hogy valaki nyáron ide úgy beköltözött, hogy de lehet is látni, hogy nem véletlenül voltak ezek a szövetdarabok rádobálva. Por, ilyesmi miatt. Hát arra alkalmas, hogy valaki behúzódjon ide éjszakára. Így elrejtőzve a világ elől. Hát nem akarom megzavarni a hely nyugalmát belülről. Mondjuk megtehetném, de félek attól, hogy olyasmit találok bent, amit nem akarok. Amihez esetleg rendőrséget kéne hívni. Ez egyszer már előfordult sajnos, és abban még egyszer nem akarok részt venni. Inkább úgy tekintem a helyet, hogy én nem láttam semmit. Egyszer fordult csak elő ilyen velem, hogy találtam egy nyitott ajtót, és onnan igen nagy bögrő legyek mászkáltak ki és be, és sajnos beigazolódott a gyanúm. Be sem kellett mennem, megéreztem a szagát. De itt semmi ilyesminek szaga nincs. Ellenben, hogyha több éve ott van bent, akkor már érthető, hogy miért nincs. Na mindegy, az előző sztori az úgy végződött, hogy kijött a rendőrség, és én nem mentem be, pedig ők is okádva jöttek ki. De itt bent van valami. Itt valaki egyértelműen lakott. És hogy mi történt vele? Hát mondjuk az kiderül abból, hogy kívülről rá van drótozva, vagy belülről.
járni, itt nem járt senki mostanában, az a füvön is látszik, nincs kikopva, viszont kívülről van rádrótozva. Nem jó illatok vannak, nem jó illatok terjengenek. Sportcipő az ott van. Szatyor, kabát, basszus. Ez itt életvitelszerűen lakott, élt. Na jó, ez megmarad a hely titka, hogy ott benni történt. Ugyanis az előző alkalommal, ugye mikor rendőrök kijöttek onnan abból a helységből, hányva, akkor még a hullaszállítók is igen gondolkodóba estek, hogy mit műveljenek. És akkor arról a hölgyről írtam egy sztorit is. Ismertem személyesen, azért is akartam bemenni, vagy megtudni, mi van vele. Na, még ezt megnézzük, hogy mi történik itt. Aha! Vaddisznók azért ténykedtek. Megnézzük, ez micsoda. Mit tároltak benne? Hát itt a palac, mindenhonnan kidőlt. De ahogy elnézem, szerintem ebben is egy hajléktalan lakhatok, mert ott egy jó állapotú öltönykabát van felakasztva, ruhák szétdobálva, papírkartonnal kibélelve belülről. Ami azt jelenti, hogy ezt életvitelszerűen használták, de nem most. Az állapotából jól kivehető. Hú, na gyerekek! Lényegében a romhányi csempegyár miatt jöttem át, amit már tervbe vettem igen régóta. Csak most volt, ma reggel volt szabad az autó, meg úgy szabad időm, hogy belefért ez az egy óráska. Há, gyönyörű a környék. Na, elköszönünk a kis épülettől. Legközelebb bátrabb leszek, bemegyek.